Üdvözlöm a webináriumnak a résztvevőit, én Kerek Roland vagyok a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból, és arra vállalkoztam most, hogy bemutatom a Google Tanteremet, illetve Google Classroomot, méghozzá úgy, hogy egészen az első lépésektől hogyan kell létrehozni egy ilyen tantermet, hogyan csatlakozik hozzá a diák, és hogyan lehet itt mindenféle tevékenységeket végezni. Most nézzük a létrehozást. A Google Tanterem az a classroom.google.com oldalról érhető el, de rögtön meg kell jegyeznem, hogy kétféleképpen lehet a Classroomhoz kapcsolódni, illetve a Classroomot létrehozni. Ja igen, én folyton Classroomnak fogom ezt hívni, nem Tanteremnek, mert egyszerűen így szoktam meg, úgyhogy amikor Classroomról beszélek, akkor az a... Szóval úgy lehet Classroomot létrehozni egyrészt, hogy mindenki akár egyénileg is létre tud hozni ilyen területet. Másrészt viszont, és talán ez a rendszer szinten jobb megoldás, az iskolának egy intézményi regisztrációval az úgynevezett G-Suite rendszert érdemes installálnia. Ehhez rendszergazdai kompetenciák kellenek, és akkor ebben tudja létrehozni a Classroomot, illetve ebben tudja kezelni a diákokat és a tanárokat külön. Erről majd rövidesen lesz még szó. No, nézzük azt, hogy hogyan hozunk létre egy kurzust a Classroomban. Én most azt a megoldást választottam, hogy egyénileg a saját fiókomból hozom ezt létre, nem az iskolai fiókból, illetve nem az iskolai intézményi regisztráció alól. Ennek az az oka, hogy szeretném, hogyha esetleg a webinárium résztvevői is ki tudnák ezt próbálni, tehát közben majd lehet, hogy arra bíztatom a résztvevőket, hogy csatlakozzanak és próbálják ki a különböző funkciókat. Itt ezen a felületen, amit látunk, már látható két kurzus, ezek korábban készített kurzusok, és hogyha szeretnénk létrehozni egy új kurzust, akkor a plusz gombra kell kattintanunk. Itt két lehetőség ugrik fel, hogy jelentkezés a kurzusra, illetve kurzus létrehozása. Talán azt nem mondtam el, hogy szükséges hozzá Gmail-es jelszó. Tehát mindenképpen a Google rendszerén belül vagyunk, amikor ezzel foglalkozunk. Tehát tudunk jelentkezni olyan kurzusra, ami már meg van hirdetve, erről majd kicsit. És tudunk létrehozni kurzust. Most ezt fogjuk megtenni. Itt rögtön fel fog ugrani nekünk egy ablak, ami hát azt kérdezi tőlünk, hogy iskolai környezetben használjuk-e a Classroomot, a tantermet. És hát arra utal, amit az előbb mondtam, hogy azt javasolja a rendszer is, és azt szeretnénk igazából mi is, akik ezt a rendszert használjuk és javasoljuk mindenkinek, aki szeretne digitális osztálytermet létrehozni, hogy először legyen egy intézményi regisztráció, az ingyenes. A G-Suite for Education, ahogy olvasható a képernyőn, erre alkalmas, és ez tulajdonképpen egy csomag, egy nagy Google csomag, ami nem csak a Classroomot tartalmazza, hanem számos szolgáltatását, mind a Google Drive-ot, mind a naptárat, és még tudnám folytatni is. Majd innen is lesz egy-két utalás ezekre a programokra, hiszen a Google Classroom arra is jó, hogy ezeket összeszervezze. No, én most megnyitom ezt a kurzust, és lehet látni, hogy itt meg kell adni az alapadatokat. Én ezt a kurzust úgy fogom elnevezni, hogy C2000, 9. osztály legyen, fejezet, a tárgy az legyen mondjuk magyar nyelv és irodalom, a terem pedig hát most számunkra nem annyira releváns. Létrehozzuk a kurzust, már korábban is tartottam előadást a a Google Classroomról tegnap, és akkor is azt tapasztaltam, amit szerintem most is fogunk a webinárium során, hogy mivel most lényegesen többen használják a rendszert, ezért lehet, hogy sok minden kicsit lassabban fog történni, még a Google belkein belül is. Tehát kurzusunk. Itt azt látjuk, hogy van egy teljesen üres felületünk eddig még, egy falat látunk. Az van ideírva, hogy itt kommunikálhat a kurzus résztvevőivel. Látjuk fölül, hogy van még három lehetőségünk. Van a feladatok lehetőség, van a személyek lehetőség, van az érdemjegyek lehetőség. Ez itt még mind-mind üres, hiszen most hoztuk létre a kurzust. Tehát most még teljesen üres a kurzusunk. Azt szeretnénk, hogy diákok is csatlakozzanak ehhez a kurzushoz. Ezt kétféleképpen tudjuk megtenni. Az egyik mód az, hogy a személyek oldalon egyszerűen meghívjuk őket, erre a plusz gombra kattintva, és ide beírjuk az e-mail címüket, és csatlakoztatjuk őket a kurzushoz. Természetesen akkor fognak csatlakozni a kurzushoz valójában, hogyha elfogadják a meghívást. A másik mód, hogy csatlakozni lehet a kurzushoz, az falon található. Itt, hogyha jól megfigyeljük a fő képet, ezt a fejlécet, akkor található egy ilyen rész itt, hogy kurzus kódja. Hogyha jelenléti helyzetben vagyunk, akkor ezt akár ki is lehet nagyítani ilyen szép nagyra. És ezzel lehet jelentkezni kifejezetten ebbe a kurzusban. Hogyha most a webináriumi résztvevők között van olyan, akinek Gmail-es belépéssel meg van nyitva a Classroom, akkor ezzel a módszerrel be tud lépni ebbe a tanterembe. Még egyszer mutatom, tehát hogyha itt a sarokra kattintok, akkor vissza tudok lépni a kurzus oldalra, ahol most már ez a kurzus is látható, és itt a plusz gombra kattintva lehet jelentkezni a kurzusra, hogy beírjuk azt a kódot, amit az előbb mutattam. Ezt a kódot. Aki szeretné, azt kipróbálhatja. Lehet, hogy ki is másolom itt egy chatbe, hogy megmaradjon. Köszönöm szépen, hogy Attila ezt már megtette. Nos, tehát amit tudunk, az az, hogy itt a falon meg tudunk osztani a diákokkal olyan információkat, ami közérdekű. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy Facebook fal. Ide tudjuk írni a kurzus részvevőinek, például azt, hogy üdvözöljük őket. És ahogy a Facebook falon, utána közzétettem ezt a bejegyzést, lehet hozzá kommentálni is, de bárki kommentálhat, aki már benne van ebben a kurzusban. Sőt, a diákoknak is rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a kurzus tagjaival megosszanak a falon információt. Nyugodtan kipróbálhatja az, aki szeretné. A következő falon, ami található, az a feladatok létrehozása. Itt is különféle lehetőségeink vannak. Létre tudunk hozni feladatot, létre tudunk hozni tesztfeladatot, létre tudunk hozni kérdést, anyagot, illetve újból fel tudunk használni egy korábbi bejegyzést, illetve teljes témakört is létre tudunk hozni. Arról, hogy hogyan működnek ezek a funkciók később, majd egy kicsit részletesebben fogok beszélni. Most egyelőre az első lépéseket elmondom, és utána megnézzük egyenként majd a feladatoknak ezeket a különböző formáit. A személyeknél már látjuk, hogy gyűlünk. Itt azt szeretném mondani kiegészítéseképpen, hogyha ezzel az intézményi regisztrációval jelentkeznek a tanulók, akkor itt ezen a falon megjelenik egy olyan felirat is, hogy felügyelők meghívása, vagy felügyelők meghívása, mert már évek óta nem sikerült kijavítani ezt a kis hibát, ami azért azért fontos, mert tehát a Google azt szeretné, tehát a Google Classroom azt szeretné, hogy fiatalabb diákoknak a tevékenységére a szülők is rálássanak. És itt szeretném megjegyezni azt a fontos kiegészítést, hogy ha olyan osztályban hozunk létre Google Classroomot, ahol a diákok 13 év alattiak, akkor a szülőknek kell regisztrálni. Készítsünk a diákok valós életkorával, tehát ne hazudjunk az életkorukról, Google Family Linkhez kapcsolódva fiókot. Még egyszer mondom, Google Family Linkhez kapcsolódva lehet ilyenkor fiókot készíteni, hogyha a diák 13 évnél fiatalabb. És ez azért fontos, mert a gyerekfiók az adatvédelmi és tartalomszűrési szempontból is sokkal biztonságosabb, mint a felnőtt fiók, illetve mint a 13 évesnél idősebbek regisztrációja. Úgyhogy figyeljünk a diákokra ilyen szempontból is. No, a negyedik oldal pedig, ahogy az érdemjegyek, itt még nincsen semmi, hiszen még nem volt feladat. Nézzük először a feladatok oldalt. Hozzunk létre egy feladatot. Legelőször próbáljuk ki, a feladatra kattintottam. Itt megadhatom a címét a feladatnak, legyen az első feladat. Adhatok hozzá utasításokat is. Nagyon-nagyon egyszerű dolgokat fogok írni, gyorsan. Tudok hozzáadni ehhez a feladathoz a Google Drive-omból dokumentumokat, be tudok szúrni ide például segítségeket, most próbálok beszúrni egyet. Ezt a szép nyugatos dokumentumot. És ahogy itt a rendszer fel is hívja rá a figyelmet, itt három dolgot tudok beállítani. Be tudom úgy állítani ezt a beszúrt dokumentumot, hogy a tanulók csak megtekinthetik, de nem tudják szerkeszteni. Be tudom úgy is állítani, hogy a tanulók szerkeszthetik, de ilyenkor minden tanuló szerkesztheti, tehát vigyázni kell arra, hogy esetleg, hogyha még nincsen tapasztalatuk a diákoknak abban, hogy kollaboratív módon szerkesztenek egy dokumentumot, akkor lehet, hogy szétesik ez a dokumentum. Illetve lehet azt a verziót is választani, hogy másolatkészítésen minden tanulónak. Ebben az esetben sablonként viselkedik ez a most beillesztett dokumentum, és minden diák kap egy saját kópiát, amit hogyha szerkeszt, akkor a többiek nem látják, vagy azt a szerkesztést, mivel az csak az ő változata. Most maradjunk annál, hogy a tanulók megtekintetik a fájlt. Ez abban az esetben hasznos, amikor a feladathoz valamilyen segítséget szeretnénk még csatolni. De nem csak ilyen dolgokat tudunk hozzá csatolni, hanem el tudunk küldeni egy linket is. A számítógépről közvetlenül egy fájlt tudunk csatolni, illetve tudunk küldeni YouTube videót. Létre tudunk hozni a feladathoz közvetlenül Google dokumentumot, Google diát, prezentációt, táblázatokat, rajzokat, illetve űrlapokat is. Hogyha az előző verziót használjuk, akkor már korábban létrehozott dokumentumokkal és fájlokkal dolgozunk. A létrehozás az értelemszerűen újonnan hozza létre ezeket a fájlokat. Mi tudjuk, illetve ezeket a dokumentumokat, különféle eszközöket, mi tudjuk, hogy éppen mire van szükségünk. Bal oldala ennek a felületnek, hogyha megnyitjuk ilyen nagy képernyőn, jobb oldalán a felületnek a következőket találjuk. Látjuk azt, hogy itt ablak, ahol különféle kurzusokat tudunk kijelölni. Az alapértelmezett kurzus, ez a C2000, amit létrehoztunk. Most kapcsolok, hogy 2020-at akartam írni. 2000 lett belőle. De a próbakurzust is be tudnám kattintani, és a következőt is be tudnám kattintani, és ez azt okozná, hogy nem csak ezen a falon jelenne meg ez a feladat, hanem a másik két falon is megjelenne. Tehát azt is el tudom érni, hogyha létrehozok egy feladatot, akkor ez ne csak egy kurzusban jelenjen meg, hanem egyszerre akár 3 kurzusban is, vagy akár több, ahány kurzuson van, annyiban is megjelenjen. Ezt akkor találom hasznosnak, hogyha például párhuzamos osztályokat tanítok, például 2 osztályban ugyanott tartunk nagyjából, és szeretnék mind a 2 osztályban megosztani egy fontos dokumentumot, információt, vagy kiosztani feladatot, akkor ezt meg tudom tenni egyetlen egy mozdulattal. Ugyancsak meg tudom tenni azt, hogy a tanulók közül kijelölöm azokat, akiknek ez a feladat kimegy. Lehetséges, hogy az összes tanulónak elküldöm, ilyenkor nyilván a kurzus összes résztvevője megkapja, de lehetséges az is, hogy közülük csak néhányat jelölök ki. Ezzel nagyszerűen lehet például csoportmunkát végeztetni a diákokkal. Ilyenkor lehetséges, hogy ezt a feladatot egy csoport kapja, mondjuk egy 4 fős csoport kapja, aztán kiosztok egy másik feladatot egy másik csoportnak, és így tovább. És ők nem látják az egymás feladatait, viszont a tanár az összeset látja, és velük foglalkozni. Be tudjuk állítani a pontszámot, erre később majd egy picit visszatérek. Itt van egy kis terminológiai kubanc, itt a pontszám és a nincs jegy kontextusában egy kicsit fura a 2 elnevezés. Itt tulajdonképpen pontot adunk meg, ennek akkor van jelentősége, hogyha a végén az érdemjegyeket látjuk a már megismert felületen, a 4. ablakában, 4. főablakában a Google Tanteremnek, Classroomnak, ott gyűlnek a pontszámok. A határidőt is be tudjuk állítani. Itt dátumra tudunk a határidőt beállítani, illetve órára és akár percre is. Témakört tudunk beállítani a feladatunkhoz. Beállítok egy határidőt. Lássuk, hogyan pedig. Legyen mondjuk, most van március 17-e, legyen ez a holnapi nap, és a határidő pedig mondjuk 14 óra, addigra kell elkészíteni ezt a feladatot. Beállíthatunk témakört. Ez azért jó, mert szervezi a munkánkat. Ha kevés témakörünk van, akkor ezek alá rendezett sok feladat, az sokkal jobban áttekinthető. Legyen a témakörünk az, hogy nagy témakör. Téma. Ez most a mi nagy téma. Jó, és akkor ezzel létre tudjuk hozni a feladatot. Ha kiosztjuk a feladatot, akkor megjelenik a diákok oldalán egyből, és elkezdhetik megoldani. De van egy olyan lehetőségünk is a feladat kiosztása mellett, ezt a kis nyilat megnyomva, hogy ütemezzük a feladatot. Ez azt jelenti, hogy nem abban a pillanatban a feladat, amikor rányomunk a gombra, hanem be tudunk állítani egy időt, hogy mikor jelenjen meg a feladat. Például én használtam már úgy ezt a feladatkiosztást, hogy tudtam, hogy a következő napon, ezen az órán be fogom fejezni ezt és ezt a témát, és szeretnék kiosztani a diákoknak egy eszé feladatot, és beállítottam az időt arra az időpontra, beállítottam az ütemezést arra az időpontra, amikor az órát befejezném, és akkor jelent meg csak ez a feladat a diákok számára, amikor az óra befejeződött. Tehát nem történt az, hogy már én egy nappal korábban kiadtam a feladatot, a diákok kérdezgettek kicsit aggódva, hogy mi ez a feladat, honnan kerül ez elő, mert még nem mondtam róla semmit, hanem akkor kerül élesítésre ez a feladat, amikor már beszéltem is róla órán. Például más okunk is lehet természetesen arra, hogy feladatokat ütemezzünk. Ezt a feladatot én most osztom. Jó, és akkor, ha minden igaz, akkor minden résztvevő számára megjelent ez a feladat a diák oldalon, akkor ezt látja a tanár. Tehát kiosztotta az első feladatot, be van állítva a maximális 100 pont, és itt még nincsen természetesen értékelés, hiszen még a tanár nem értékelte a diákoknak a munkáját, de amint megjelenik, tehát amint az értékelés lezajlik, itt megjelennek a pontszámok is. Ez természetesen az kell, hogy a diákok visszaküldjék a munkát, úgyhogy tehetünk egy olyan próbát, hogy 27 kiosztott feladatból, most sajnos azt nem tudom megmutatni, hogy hogyan kell visszaküldeni a feladatot, mert nem tudok a diák oldalra valami miatt belépni. Meg tudná valaki, vissza tudná küldeni valaki a feladatot, hogy lássuk, hogy hogyan néz az ki, amikor egy tanár visszakap egy feladatot. Már négyen vissza is küldték, nagyszerű. Ezen az oldalon az látszik, hogy egyre többen beadták a feladatot, és egy-egy ilyen beadott feladatra rá lehet kattintani, mondjuk az oldalra rákattintok, akkor látszik, hogy ő egy képpel oldotta meg a feladatot, és hogyha rákattintok erre a képre, még egyszer egy kicsit gyors voltam, visszamegyünk, feladatok oldalról, feladatokra kattintva, feladatot meg tudom tekinteni, már eleve látom, hogy 8-an beadták, és még 20-an nem. A feladat megtekintése után látom mindenkinek a munkáját, a beadott vagy nem munkáját. Itt bal oldalon látom azt, hogy ki az, akinek már le van adva a munkája, egyre többen vagyunk, ki az, akinek még csak kiosztva van a munkája. És utána azt tudom megtenni, hogy rákattintok azoknak a feladatára, akik már beadták, és megjelenik egy új oldal. Egy feladatra van szükség, egy új oldal. Ez az új oldal tulajdonképpen azért hasznos, mert nem kell folyton vissza-vissza lépegetnünk, amikor a feladatokat javítjuk, ellenőrizzük, kommentárokkal látjuk el, hanem itt nagyon szépen egy keretben tudjuk a különféle feladatokat megtekinteni. Látjuk, hogy ki az, akinél nincsen leadott fájl, látjuk azt is, hogy ki az, akinél van, és akinél van, annak el tudjuk például látni megjegyzéssel. Hogyha valaki le, ahhoz is lehet megjegyzést fűzni, ezzel a kis szófelhővel lehet megjegyzést adni, ki lehet jelölni egy területet mondjuk egy képen, és akkor megjegyzéssel lehet ellátni. Hogyha átnéztem a feladatot, elláttam megjegyzésekkel, segítő szavakkal, akkor le tudom adni neki a feladatát. Ez a leadás a tanár oldalon azt jelenti, hogy visszaküldöm a diáknak. Elfelejtettem mondani, hogy amikor a diák elküldi a saját feladatát, tehát beküldi a kész feladatot, akkor megváltozik a szerkesztési jogosultság, és akkor ő már nem fogja tudni szerkeszteni, csak a tanár. Hogyha ezt visszaadom, akkor a diák újra fogja tudni szerkeszteni a beadott feladatot. Be tudom állítani azt, hogy a beadott anyagot visszaküldjem, de azt is be tudom állítani, hogyha esetleg több anyagot küldött, mert hogy egy-egy feladathoz akár több beküldött fájl is tartozhat, akkor le tudom adni őket, vissza tudom őket küldeni együtt is. Most én ezt visszaküldöm, leadom. És az fog látszani az előző oldalunkon, hogy hát visszatérek a leges-legelső oldalra, igen, a feladatok oldalon, hogy leadva. vissza is van küldve. A visszaküldést más módon is meg tudom tenni. A feladat oldalon ki tudom jelölni a leadott feladatokat, az összeset is együtt, és vissza tudom őket adni. Tudok hozzájuk fűzni egy kommentárt. A feladatok oldalon tehát azt látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan leadták a feladatot, de nem adtak le vele dokumentumot, tehát hogy üresen adtak le feladatot. Ha megnyitok egy ilyet, akkor lehet látni, hogy itt igazából nincs az, amit értékelni tudnék, mégis azt mondtam rá, hogy ez szép munka. De most arra készültem, hogy csináljunk egy olyan feladatot, ahol tényleg leadunk feladatot, és meglátjuk, hogy az hogy működik. Visszatérek az előző oldalra. A feladatok oldalra, és itt elkezdtem készíteni egy második feladatot. Itt az is látható, hogy amikor félbehagyok egy feladatot, vagy éppen arra azt választom, hogy piszkozatot készítek belőle, akkor ezt a rendszer piszkozatként menti, és úgy jeleníti meg, ahogy itt látszik. Tehát a falamon lehet látni, hogy mi az, ami még nincsen kész, és szeretném kiosztani. Ugyanígy látszanak azok a még be nem fejezett azok a feladatok is, amiket ütemezésre állítottam be, azok akkor fognak ilyen színesen élesedni, amikor eljön az idejük. Most én újra belemegyek ebbe a második feladatba, és elkezdtem itt beállítani különféle dolgokat, a pontszámot, a határidőt, valahol itt ment el az internet, és a témakört, hogy ez is legyen a nagy témakör, a nagy témakör, illetve a rubrikáról szerettem volna mondani néhány dolgot. Ez a rubrika egy nagyon hasznos dolog, ez tulajdonképpen értékelő tábla. A diákok számára sokkal differenciáltabb értékelést tudunk vele adni, mint hogyha csak egyszerűen egy pontszámot adunk nekik. A rubrikát, azt a rubrika létrehozása gombbal tudom elkészíteni, de lehetséges, hogy korábban már csináltam ilyen rubrikát, akkor ezeket a rubrikákat újra fel tudom használni, sőt, van olyan lehetőségem is, hogy táblázatok fájlból importálok ilyen értékelő táblát. De nézzük is, hogy miről van szó pontosan. A rubrika az meg tudja határozni, hogy különféle segítségével, a rubrika segítségével különféle szempontok alapján tudjuk értékelni a diákoknak a munkáját. Hogyha ez a munka például egy komoly esszé, akkor olyan feltételeim lehetnek, hogy tartalmi szempont. Feltétel leírásánál ki tudom fejteni, hogy mit értek tartalom alatt, és aztán megmondhatom, hogy az erre adandó pontok értéke az pontosan mit jelent. Például 2 pontot tudok adni a tartalomra, hogyha a tartalom az jó, illetve ha a tartalom jó, akkor 2 pontot ér. A leírásnál pedig pontosan el tudom mondani, hogy mit értek jó tartalom alatt. Kicsit most puskázni fogok, ugyanis példának azt az értékelő táblát választottam, ami az emelt szintű érettségi, magyar emelt szintű érettséginek a javító kulcsában található. Ennek egy részét fogom most használni, és innen fogom például kijelölni, hogy 7 pontot. És itt a leírásban meg tudom adni, hogy mi az a szint, ami jó. hogy releváns, tárgyszerű választ ad a feladat valamennyi szempontjára, stb. Stb. Most nem fogom végigírni így, kimásolgatni az összes lehetséges opciót, de be tudom állítani, hogy mi az, ami ebből a szempontból, a tartalom szempontjából egy pontot ér, tehát az egyes pontszám az legyen közepes szintű, a nulla pontszám az pedig legyen gyenge szint. És akkor ide csak írogatok valamit. Ez lesz az első feltételem, de lehet még adni hozzá feltételt. A második feltétel az legyen a szerkezet, vagy a semmi más is. A szerkezet címe, illetve a pontszám az szintén adható itt. Zongorázni, meg tudok adni más pontértékeket is természetesen, tehát ezzel az eszközzel súlyozni is tudom az egyes szempontokat. Jó, és pontszám közepes. Akkor ennek is tudok adni egy leírást, hogy mit jelentenek ezek. Mit jelent az, hogy jó, közepes és gyenge. És meg tudok adni akár egy harmadik feltételt is, de azt most nem fogom beállítani. Így nagyjából összeállítok egy értékelő táblát, és el tudom menteni. És ezzel létrehoztam a rubrikát, és hogyha ezt megnyitom, akkor ez ilyen összefüggésében szépen látszani fog, áttekinthető. A feladatot, ha kiosztom, akkor ezt a rubrikát, ezt az értékelő táblát diák is látni fogja. Tehát azok, akik ezt a feladatot látják, osztom a feladatot, azok látják azt is, hogy milyen szempontok alapján fogom értékelni munkájukat. A diák oldalról nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy ilyen feladat. Ezt a webináriumi résztvevők közül már többen látták. A feladat megtekintése gombra kattintva először azt látom, hogy milyen határidővel kell ezt a feladatot teljesítenem, milyen pontszámot ér ez a feladat, illetve hogy a tartalom és a szerkezet a két szempont, amely alapján ez értékelve lesz, összesen 4 pontot lehet rá kapni. És hogyha lenyitom a tartalom opciót, akkor meg tudom nézni, hogy jó, közepes vagy gyenge szinten hány pontot kapok, illetve mit jelent az, hogyha jó szinten kell megcsinálni valamit, mi az, hogyha közepes, és mi az, hogy gyenge szinten. Ezt követően létre tudom hozni a saját feladatomat. Hozzáadás vagy létrehozás gombnál tudok csatolni, ahogy már erről szó volt korábban, illetve létre tudok hozni Google dokumentumot. Ez most így néz ki. Már kész is van. Erre rákattintva nyílik meg a dokumentum, ami egy szerkeszthető dokumentum. Teljesen a nulláról lehet szerkeszteni. Ez lesz az én eszém. Hogyha készen vagyok, akkor megnyomhatom itt is a leadás gombot, és akkor tulajdonképpen elküldi a feladatot a tanárnak. De visszaléphetek az előző oldalra is, és itt is rákattintatok a leadás gombra, ez tulajdonképpen ugyanazt a hatást hozza. Eladom a feladatot. Megkérdezi tőlem, hogy biztos le szeretném adni, biztos le szeretném adni. Hogyha elküldtem a feladatot, akkor tényleg nem lehet szerkeszteni, de lehet, hogy újra hogy ez működjön. Igen, igen, tehát hogy most már kezeli lazán ezt a dokumentumot. Becsukom, újra kinyitom, akkor lehet látni, hogy a szerkesztő lehetőségeim azok megszűntek. Innentől kezdve a tanárnak az értékelésére várok. Talán fontos lehet, hogy amikor a diák szerkeszti a dokumentumát, azt a tanár is láthatja. Tehát a láthatósága a dokumentumnak onnantól kezdve, hogy a diák létrehozza ezen a részen, onnantól a tanár számára is látható, tehát meg tudja nézni, hogy a diák éppen mit csinál. És ez fordítva is igaz, tehát hogy amikor a diák már leadta a feladatát, és a tanár javítja végig, kijelöl részeket benne, ellát kommentárral, akkor a diák tudja követni. Jó, tehát hogy így történik egy feladatnak a végrehajtása és leadása. Visszalépek a tanár oldalra, hogy megmutassam, hogy mi történik akkor, hogyha egy feladatot leadtunk. Már ilyen volt, de nem kapott rubrikát a lehetőséget. A második feladatnál 4-en már beadták a feladatot, 3-an Kerek Rolandon kívül. Lehet látni, hogy 22-en még nem. Ha megnyitok egyet, akkor újra megnyílik ez az új ablak, és elkezdhetem javítani, elkezdhetem ezt a feladatot kommentárokkal ellátni. Itt lehet látni, hogy a szerkesztési mód az alapértelmezetben javaslatra van téve. A javaslatmód azért jó, mert a szövegben kijelölve tudok kommentárokat hozzáfűzni. Ez javaslatmód nélkül is működik. Megmutatom ezt. Jó ötlet. És hogyha ilyen kommentárokat fűzök hozzá egy dokumentumban, de egy táblázatban ugyanígy, egy diasoron ugyanígy, akkor ezt a kommentárt lehet ellátni különféle egyéb kommentárokkal. Itt elindulhat egy beszélgetés, hogyha egy problémáról a tanár mond valamit, akkor a diák arra válaszolhat, és azon a ponton meg tudják beszélni ezt a problémát. Azt gondolom, hogy a Google Tanteremnek, Classroomnak, illetve a Google dokumentumnak egy nagyon jó tulajdonsága. De ami igazán a javaslati módot illeti, az az, hogyha mondjuk rosszul írta volna a diák azt, hogy eszé azt a szót, akkor ki tudnám javítani és át tudnám húzni. Mondjuk angol eszés miért írta magyarul, az egészet ki tudom húzni, és mellé tudom írni azt, hogy eszé. De ez csak javaslati mód, ez a diák számára akkor, tehát a diák ezt elfogadhatja, de is utasíthatja, ugyanúgy, ahogy én is később. Tehát, hogy le tudom zárni ezt, és akkor eltűnik. Elfogadom, akkor a szöveg részévé válik és kicserélődik. Jó, ezt a diák is később meg tudja tenni. Ez arra jó, hogy át tudja nézni önreflektív módon a saját korábbi munkáját. Értékeltem a feladatot, illetve ellenőriztem a feladatot. Most jön az értékelés. Lehet látni, hogy van egy rubrikám oldalt, a tartalomra összesen 2 pontot lehet a korábbi osztás szerint adni, jó, közepes vagy gyenge, itt egyszerűen ki tudom jelölni, hogy ez tartalmi szempontból egy közepes munka, lehet látni, hogy erre 1 pontot adtam, a rubrikában pedig összesen szintén 1 pontot, illetve a teljes pontszámból 25 pontot írt ide be, és ezt látjuk, hogy arányosan annyi pontot kap a diák eredetileg beállított pontszámból, ahány a rubrikában beállított maximális pontszámnak megfelel. Hogyha a szerkezeti szempontból 7 pontot állítok be, akkor összesen 3 pontot kapott a 4-ből a rubrikában meghatározott pontok által a diák, és így, hogyha 100 pontra vetítjük ezt az arányt, akkor 75 pontot fog ez érni. Én azt gondolom, hogy érdemes a rubrikának a pontszámát, tehát hogyha itt 4 pontszámú a rubrika, akkor ezt a pontszámot alkalmazni az érdemi szekcióban is, és akkor sokkal követhetőbbé válik. De lehetséges, hogy szeretne a tanár súlyozni az egyes feladatok között, és vannak olyan beadandók, amelyek kevesebb pontszámot érnek, vannak, amelyek több pontszámot érnek, és így aztán az értékelés oldalon is különféleképpen jelennek meg. No, le tudom adni ezt a diáknak, ez azt jelenti, hogy számára ez a feladat ez készen van, és értékelve is lett, és ő az értékelést látja is. Meg egy párat értékelek így nagyon gyorsan, csak azért, hogy lássuk, hogy mit jelent az, hogy értékel valaha, add 100 pontot. Leadom. És adok 100 pontot. És adok 100 pontot. Nagyszerű feladat megoldások. Hát ez sajnos csak 98 pont. Ami ugye a rubrikából nem következik, mert hogy 4 felé kellene osztanom a 100-at, de még is megtehetem. Leadom. És leadva a feladat. Jó, visszaküldtem. És most visszamegyek a tanár oldalra, megnézem, hogy hogy néz ki egy értékelt munka. Bocsánat, a tanár oldalon vagyok, nem a tanár oldalra térek vissza, hanem az értékelések oldalára. Ha a legelejére megyek a Classroom felületnek, akkor az érdemjegyek oldalon tudom megtekinteni azt, hogy ez most már a második feladat, ez milyen értékelést kapott. Lehet látni, hogy akinek beírtam értékelést, annak meg is jelenik szépen. És ilyen nagyon jól lekövethető, hogy kinek lett a maximálisan elérhetőből. Hát ezen az oldalon tulajdonképpen, ha csak a Classroom-ot használjuk értékelő felületként, akkor nagyon szépen össze tudnak gyűjteni egyes értékelések, és nagyon informatív lehet az egyéb értékelések. Jó. Azt gondolom, hogy most egy másik feladattípust nézzünk meg, mert hogy még a feladaton kívül még megtehetjük azt is, hogy tesztfeladatot hozzunk létre. Jó, visszalépek a legelejére, a feladatok oldalra, és itt létre tudok még hozni tesztfeladatot. A tesztfeladat az gyakorlatilag egy Google űrlap. Tehát itt generál nekem egy űrlapot, és ebben az űrlapban tudok dolgozni. Tudok ennek is ugyanúgy címet adni, utasítást adni, mint más feladatoknak. Ilyen a címünk az, hogy Adi Endre. Most Adi Endrével kapcsolatban különféle kérdéseket megválaszolnia majd a diákoknak. Választ. Aztán ebben a kvízben elkészíthetem a feladatokat. Jó, ez a kvíz, ez kívülről már ismerős lehet, hogyha valaki űrlappal dolgozott, ez teljesen ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy itt be tudom állítani a jó válaszokat. Legyen például a kvízemnek is az a címe, hogy Adi. Első kérdés. Jó irat. Köréhez. Adi. Megadhatok itt több opciót is, hogy 20. század. Nyugat. Újság. És Ez egy feladatválasztós típusú feladat, de különféle egyéb választ kérő feladatokat is megadhatok, nyitott végű kérdéseket is megadhatok. Ezzel készen van ez a feladat, itt egy következő feladatra rátérhetek. Ezt nem fogom végigmutogatni, mert tulajdonképpen ez már egy kapcsolódó témakör lenne, nem teljesen a Google Classroom, de ami a Google Classroomhoz kapcsolódik, az a válasznak a megadása. Tehát, hogy itt a válaszlapra be tudom jelölni azt, hogy melyik legyen az, ami helyes válasz. Itt természetesen a nyugata a helyes válasz, és azt is választhatom, hogyha a diák megoldja ezt a feladatlapot, akkor a válasz visszajelzésnél valami egyéb információt is kapjon a válasz helyességéről magán a tényen kívül. És így elkészül ez a feladatlap, és el tudom küldeni. Hát a küldés tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mint más Google űrlapoknál is, tehát tudok linkként küldeni, akár kívülre is, tehát a rendszeren kívülre. Hogyha ezt simán elmenti a rendszerre, hogy automatikusan mindenki. Elvileg a diákok ezt elkezdhetik oldani. Ja, nagyon fontos, hogy a válaszoknál a kötelezőt kattintsuk be, hogy azt szeretnénk, hogy semmiképpen se hagyják ki azt a kérdést a diák. Jó, most létrehoztam ezt a feladatot, ezt az Adi kvízt, és ezt is ki tudom osztani. Nem tettem be külön témakörbe, ilyenkor külön megjelenik a feladat a témakörökön kívül. Egyébként ezeket a feladatokat lehet szerkeszteni is, tehát hogy vissza lehet térni korábban kiosztott feladatokra, hogyha valamit elfelejtettünk, akkor oda lehet írni még, és a mentéssel feladat kiegészül. De nem érdemes nagyon sokat szerkeszteni akkor, amikor egy feladatot kiosztottunk már, hiszen a diákok egy része akkor már látta és összezavarodik tőle. Jó, a következő típusú feladat az a kérdés. A kérdés az, ahogy a nevében benne van, egyszerű kérdésfeltevés. Tehát itt például diákoknak meg lehet kérdezni a véleményét arról, hogy mi legyen a következő olvasunk. Utasításokat beállíthatjuk a kérdésnek a típusát, hogy rövid válaszokat adjanak erre a diákok, vagy feladatválasztós kérdés legyen, ilyenkor mi adjuk meg a lehetőségeket, legyen ez most nyitott. És végül lehet anyagot közreadni. Ez azt jelenti, hogy nincs ehhez tartozó feladat, hanem egyszerűen tananyag az, amit a diáknak rendelkezésére bocsátunk. Például Adi Endrével kapcsolatban szeretném a diákokkal megosztani egyes verseit, hogy azzal foglalkozzanak majd. Például Léda verseket. És akkor itt tudok nagyon szépen áttekintető adni, de ahogy eddig is, most is tudok linkeket is akár itt küldeni, fájlokat a számítógépről másolni, illetve akár YouTube videót is a témával kapcsolatban. Ezt ugyanúgy tudom ütemezni, mint a feladatokat, de nyilván nincsen rá vonatkozó értékelő aspektus, hiszen ez tananyag. Ez alapján tudom a feladatokat kiadni.